Az oldalára borulva, teljesen összetörve, az árokban állt meg a szürke Suzuki. A baleset Döbrökös térségében történt néhány napja. A kocsiban egy idős házaspár ült. Az asszony vezetett, a kisfián tragédiához vezető tettet viszont a férje okozta. Az út közben arra lett figyelmes, hogy az úttesten egy vad szaladt át, és ezért berántotta a kéziféket a járműben. Ekkor felesége elveszítette uralmát a jármű felett, az útról lesodródtak, és az árukba csapódva a jármű a feje tetejére borulva állt meg. Vagyis az anyósülésen utazó férj egyszer csak menet közben berántotta a kéziféket, ami pehjükre jól működött. A hirtelen lassítás miatt pedig a kocsi kitért a nyugalmi állapotból, hatalmas erővel csapodva az útmenti árokba. A házaspárhoz hamar megérkeztek a helyi rendőrök, ennek viszont a feleség és a férj már kevésbé örülhettek. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, ahol megállapították, hogy mind két személy könnyebben sérült meg a balesetben, és mivel a férfi veszélyeztette a közlekedést, ezért vele szemben a Dombóvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályán közúti veszélyeztetés büntette miatt eljárást is indítottak. Az anyósülésen utazó meggondolatlan férj emiatt akár 3 év börtönbüntetést is kaphat.